Visszatért a Fradi Kebelére a Dalnoki Akadémia, amely 2006-ban indult, ám két évvel később a Ferencváros akkori anyagi gondjai miatt az MTK-val kötött együttműködést. A névadó Dalnoki Jenő híres Csikó Fradia a merész generációváltás után lett 1976-ban bajnok. Most Dragoner Attila utánpótlás menedzser szervezi újjá a zöld-fehérek kölyök hátországát. Itt van vele az akadémia alapító befektetője, elnöke Lassú Zsolt és Sziasztok, jó reggelt kívánok! Jó reggelt jó kívánok! kívánok. Eh, mi hozta most ezt a megállapodást? A fradi szív, vagy azért kellett a fradi pénztárca is? Én úgy gondolom elsősorban a fradi szív. Hiszen egy éve kerültem az, 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 utánpótlás élére, és akkor az elsődleges, legfontosabb feladatom adnak, én ezt tekintettem, hogy, hogy a Dalnok Jérnő a nevével fémjelzett akadémia minél hamarabb visszakerüljön a Ferencvároshoz, hiszen Jenő bácsi egy olyan emblematikus figurája a klubnak, hogy én ezt az akadémiát máshol nem tudom elképzelni. Ez volt az első szempont, a másik az, hogy remek szakmai munka folyik ott. Hát igen, egyáltalán furcsa is volt az MTK és Dalnoki Jenő neve egy, egymás mellett, ha bár nagyra becsüljük természetesen az MTK-t is. Hogyan is volt ez az összekerülés korábban? Tulajdonképpen úgy alakult ez a, ez a kapcsolat, hogy a korábbi Ferencvárosi vezetés nem igazán figyelt oda talán arra a munkára, amit mi elkezdtünk, és a közeledésünk gyakorlatilag nem, nem sikerült olyan, olyan tempóban és olyan, olyan eredménnyel, mint ahogy mi szerettük volna. És az MTK abban az időszakban talán azt mondom, hogy felismerte azt a lehetőséget, amit mi Kitaláltunk, és, és eredményre vezetett, hogy a kiskorosztályokban is minőségi képzésre fókuszálunk, egy kicsit erit képzésnek is lehet talán nevezni. Nekik ez, a, ez az együttműködés rendkívül előnyös volt, hiszen ők párhuzamos korosztályokat nem működtettek, és akkor így gyakorlatilag a, a, a két félnek előnyös volt ez a ez az egymásra találás, és egy nagyon korrekt ö, ö, együttműködés alakult ki. A dolgok természetes rendjének visszaállítása, visszacsábítás folyamata én nem egy perc volt, gondolom. Hogyan alakult ez Attila? Egy év. <laughs> Tavaly nyáron az ötletemmel megkerestem a vezetőséget, és Orosz Pali egyértelműen azt mondta, hogy csináljuk, és amilyen gyorsan csak lehet ez legyen, legyen ennek jó, pozitív és folyamatosan beszéltünk az Ildikóval, a Danuki Ildikóval, a Dalnoki Akadémia vezetőségével, szakmai stábjával, de főleg inkább a Zsoltal és az Ildikóval egyeztetve. Hát egy év, év, kellett hozzá, még, még célba értünk, de, de nagyon örülünk, hogy, hogy meglátták azt a úgymond lehetőséget, vagy azt, a, azt az oldalt, hogy a Ferencváros igenis nagyon komolyan gondolja az utánpótlás nevelést. Ezért, ezért tesz is, nem csak mondja. Zsolt, azért érzékeltessük, hogy most hol tart az akadémia számokban, hányan játszanak, hogyan jöttek be eddig az elképzeléseitek? É, igen, ez, a, ez egy visszakanyarodva a, a Ferencvárosi múltra, mert tulajdonképpen ez, ez valójában a Ferencvárosból kivált, gyakorlatilag 8-10 gyerek csapatként való működtetésebe indult ez az egész 6 évvel ezelőtt és ma ott tartunk, hogy 100-120 gyerek ö, focizik a, az akadémián. Elmondható, hogy az első korosztály, amelyik a 98-as és, és, az MTK-ba kerültek, ők már több válogatottat is adnak az út 15 be illetve gyakorlatilag az a, ö, az a korosztály, amelyik az, a Dalnak Akadémiából kinőtt, az, az az MTK színeiben majdnem, gyakorlatilag minden évben bajnok lett, és azt gondolom ez a ezek, a, ezek, az eredmények ezek önmagukért beszélnek, és visszaigazolták azt az elképzelést, amit mi annak idején kitaláltunk, és akkor egy kicsit még talán úttörőnek számítottunk. A készségeken a játékon túl például tanulják a gyerekek menet közben az élettörténeteket, és gondolok arra, hogy ki is volt Dalnok ő mit tett, ki kettett, nagyjá, hogy mennyire ismerik a, például a tiszteletbeli elnök Tepszi és társait, a egykori Dalnoki nevelteket. Természetesen erre, erre odafigyelünk, tehát ö, ö, a gyerekek, az, ö, gyerekek ö, dalnoki indulót énekelnek, ö, Jenő bácsinak a, 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 az életéről. És ö, nem puhák? És nem puhák a pályán. És nem puhák a pályán, igen, igen. Hát. Én, tehát minden évben megrendezzük a dalnokénő emléktornát, és ott kifejezetten az egyik ö, 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 díjazása a legjobb hátvédnek ö, szól, és, ö, és hát ö, a gyerekek tudják, hogy hogy a dalnak Jenő milyen ikonja volt a Ferencvárosnak, és milyen védőhírében állt. Attila, gyakorlatilag most, hogy az egyéves közeledés után be lehetett jelenteni, megtörtént a visszatérés, maga az, a visszaintegrálódás hogyan fog zajlani most? A visszaintegrálódás jelen pillanatban ö, arról fog szólni, hogy még jövő nyárig az MTK-hoz tartozik ez az akadémia, utána viszont utána viszont a 12 éves kor után lévő srácok, ami 12 éves kor után srácainkkal össze lesznek egy picit úgymond engedve, megnézzük, hogy, hogy milyen képzés folyt itt tapasztalatcserékkel, és folyamatos lesz az áramlás, akár ha a szülőknek könnyebbséget jelent, hogy ott az akadémián nőnek föl, közelebb laknak, és, és, és ez problémát okoznak a ligetbe elhozni a gyerekeket, akkor természetesen hiszen ugyanaz a képzés fog folyni 12 éves kor alatt, tehát akkor oda fog járni, ha valakinek az a könnyebbség, hogy a Fradihoz, akkor viszont hozzánk fog járni, és utána viszont azt szeretnénk, hogy 12 éves kor után már viszont egy eléggé jó csapat alakuljon ki, akit folyamatosan figyelve orvosi felmérésekkel egy jó csapatot összerakva már, már meghatározott tagjai legyenek, és az lenne a legfontosabb, hogy, hogy később az nb be be tudjon mutatkozni valaki. Hát igen, mert gondolom, hogy azt, hogyha most megnézzük a jelenlegi első csapatot, ugye a saját nevelésű focistákat, Schwab Daniel, kisebb kitérőkkel Orosz Márk, Gyömbér Gábor, ezt felteszem nem akarjátok elfogadni, mármint hogy itt véget ér egy névsor, amikor a Fradi első csapatról beszélünk, ha bár ilyen a világ, de, de azért felteszem, hogy valami fajta számterveid is vannak, hogy mennyi éven belül hány saját nevelésű focistának kéne a keretben lennie meg akár a kezdőben is. Igen, tehát a legfontosabb, hogy a képzés jó legyen, folyamatosság alakuljon ki, és utána azt gondolom, hogy ha az elmúlt évekre visszamegyünk, az én jó pár fradi nevelési játékosokat látok más csapatokba, ezt szeretnénk, hogy nem máshol mutatkozzanak be az NBA-be, hanem a fradiba, és úgy gondolom ez megvalósítható. Mm. Hogyan álltok majd akár közösen a pályázatokkal, is? eddig mondjuk hogy állt a Dalnoki Akadémia, mennyiben tudott részesülni társasági adópénzekből, pályázatokból? Gyakorlatilag az első időszaktól kezdve el pályáztunk és sikeresen pályáztunk. Tulajdonképpen ez fontos részévé vált az akadémia költségvetésének. Természetesen a jövőben is mindent megteszünk azért, hogy, hogy megfelelő szakmai színvonalon működjünk, és ez a megfelelő támogatást el is tudjuk nyerni. Na most Attila, azt mondnak, hogy, hogy hogyan áll, hány százalékon most szerinted a Fradi korában szakadozott, meg hát valóban le, lemaradt, meg, meg, nem fejlesztett utánpótlás hálózata. Van ugye a Dalnoki Akadémia, vannak, van népligeti bázis, vannak egyéb elképzelések is. Ha ilyen értelemben van egy ideális helyzet majd, amikor sok helyen jól álltok, akkor most hány százalékon vagy, vagytok? Hát ideális állapot. Az sosincs, igen? Az sosincs, igen. Azért dolgozunk nap, mint nap, hogy hogy, 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 egyrészt a, a gyerekek megszeressék a, a, sportot, a, a labdarúgást, a Ferencvárost, a tavalyi évhez képest, amikor oda kerültünk, 230 gyerekünk volt, most 320-nál tartunk. Ez már azt mondom, az első lépés volt. De folyamatosan azt kell éreztetni a szülőkkel, hogy nagyon jó helyen van a gyerek, ehhez olyan feltételeket, olyan körülményeket kell megteremteni, hogy, hogy, hogy lássák, mint, mint szakmailag, mint, mint olyan oldalról, hogy, hogy, hogy szép a, a létesítményünk, ki tudnak járni hétvégén a mérkőzés. Tehát egy igazi családi programot, és, és azt vissza tudjuk hozni, hogy, hogy a Fradi egy igazi család volt, és lesz is. Ma Kocsis Sándor újra temetése, itt az apropó, erről is szóval már régóta leszel, lesz, utóbb lesz Kocsis Sándor Akadémia is, nem? Kubatov elnök úrral már tárgyalt a kocka fia erről. Ez folyamatban van, úgyhogy <coughs> erről most jelen pillanatban... Folyamatban lévő ügyekről nem Igen. akarsz beszélni. Mikor lesz először Dalnoki Akadémista a felnőtt csapatban Fradina? És ott mit gondolsz? Hát, hogyha a matematikát nézzük, akkor, nézzük akkor leghamarabb körülbelül olyan hét év múlva következhet be, miután az Attila is mondta, hogy gyakorlatilag a, a jövő év az, ami tulajdonképpen éles, és onnan, onnan kezdődik a, a valóságos szerződéses együttműködésnek a, a kezdete, és azért hát onnan azt kell tudni, hogy azok még 12 éves gyerekek lesznek, hát innen számítható, hogy, hogyha valamelyik tényleg ügyes, és 18-19 évesen be tud kerülni, akkor, akkor körülbelül ezzel lehet kalkulálni. Nem várunk addig, hogy újra meghívjunk benneteket, és megnézzük, hogy hogy áll a munka, amihez minden jót nektek, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm, köszönöm szépen a lehetőséget.